A hazaiak kezdték egy kicsit aktívabban a találkozót. Bogi beadását Zamosni hátrafele rúgta el, nem sikerült jól eltalálni a 15. percben ezt a labdát. Aztán jön az első kaput találó lövés a mérkőzésen, Villám átadásából Présinger indul meg, és a rövid sarkon megpróbálja becsapni a kapust, de ez nem sikerült. A 16. percben járunk, újra Zamosni jut helyzethez, ezt pedig Rusák fogta könnyedén. Az első negyed óra után tehát mindkét csapatnak megvolt az első kaput találó helyzete, a 19. percben pedig jön a második, egy visszafejelt labdát kell Rusáknak a léc alól kiütnie, még mindig 0-0 az eredmény. És ezekről az eseményekről nagyon sok néző lemaradt, hiszen bár látszik, hogy már a 20. percben járunk, a nézők még csak most érkeznek a lassú beléptetés miatt. Góról azonban még nem maradtak le. A 24. percben jön egy Gyirmót kontra, Villám hozza ki onnan a labdát nagyon jól, aztán a pöckölés eljut Sandalhoz, Sandal pedig vezetheti rá a védőre a labdát, megcsinál egy cselt, és a hosszú sarok mellé gurít. A 28. percben járunk, amikor Szatmári beadását Zamosni lőtte kapura, és Rusák védett újra hatalmasat. A 30. percben Présinger az, aki picit hosszan vesz át egy labdát, aztán visszaszerzi, és egy kicsit talán váratlanul megcélozva a hosszú fölsőt, nem sokat tévedett. 38. perc. Debreceni lábáról pattan fölé egy szöglet. Nem ért hozzá senki, nincsen gól. A 44. percben jön az utolsó gólhelyzet. Szimcsó jobboldali beadásaiból volt nagyon sok a találkozó, nagyon jó helyen találja meg magas földit, aki megszerzi a vezetést az Etónak. A 44. percben tehát 1-0-ra vezetnek a hazaiak. Magasföldinek ez volt a 12. gólja a bajnokságban, ezzel már biztos, hogy házi gól király. Nagyon jó ütemben érkezik, és a védő mellől kibújva az ötösön belülről Rusáknak esélyesen volt védeni ezt a fejest. 1-0 tehát a félidei eredmény. A második játékrész Völgyi szabadrugásával kezdődik. Rusák ezt nagyon jól látta, hogy mellé megy, vagy lehet, hogy csak bízott benne, minden esetre maradt az 1-0. Aztán 58. percben egy nagyon jó beadás balról, Sandal pedig a védője mellől jobb lábbal bele tud még piszkálni a labdába, és most szerencséje volt, mert a kapufáról már nem kifele pattant a labda, mint az az elmúlt hetekben mindig előfordult, hát korábbi csapata ellen is betalál végre. Ez volt a 7. gólja a bajnokságban. Nem sokkal később jön egy egyenlítési lehetőség Zamosni, és újra Rusák védett nagyot. A 75. perc, jön egy Gyirmóti kontra. Lázár húzza meg ott a szélen a labdát, éppen hogy bent tudja tartani, de nem volt még kint. Jön középre a labda, aztán Nagyhoz is eljut a labda. Nagy pedig a kapuba talál ezzel, fordít a Gyirmót, 1-2. Itt lehet látni, hogy Ónodi még egy picit beleért a lábbal, de védeni már nem tudja. 75. perc, rögtön szinte a középkezdés után ott az egyenlítési lehetőség. De Zamosni ezt is elrontotta. Nem tudta a 16-os vonalról a kapuba tenni a labdát. Te jön egy újabb kontra a 81. percben. Megint Lázár az, aki meghúzza ott jobb oldalon. Kis átlépi a labdát, Présinger pedig teljesen üresen érkezik ott a hosszú oldalon, és ismét befele pattan a kapufáról a labda. Ez egy kis elégtétel talán a Gyirmótnak, hogy most minden befele ment. Présinger Ádám, aki a nyitófordulóban is gólt szerzett a Budaörs ellen az első fordulóban, a bajnokságot góllal zárja. Azzal nyitotta, azzal zárja, keretbe foglalja a saját történetét itt az MB2-ben. Az Eto azonban nem adja föl, a 85. percben kell Rusáknak védenie még egy nagyot. Tajti volt az, aki csereként pályára lépve még megkínálta egy lövéssel. Aztán a 86. percben Szántó is próbálkozik, 14 méterről kaput sem talált ez a nagy lövés. De a lehetőségek még mindig megvoltak, és próbálkozott is az Eto rendesen, de aztán a fáradtság és az idény végén már talán az idegek sem működtek annyira. Roxin is lemarad a hosszú oldalon, egy szabadrugásról, pedig itt még volt esély a 90. percben egy kis szépítésre.
Maradt át a végeredmény, Eto'o Girmót 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Girmót a 6. helyen fejezi be az MB2-es labdarúgó bajnokságot, az Eto'o pedig mögötte egy ponttal lemaradva a 7. helyen végez a tabellán.